A harmadik országos komplex énekzenei műveltségi verseny régiós döntőjének adott otthont Sárospatak. A megmérettetés korábbi fordulóin túljutó észak-magyarországi 7. és 8. osztályos tanulók látogattak el a 2. Rákóczi Ferenc iskolába, hogy megküzdjenek az országos döntőbe való jutásért. És most a harmadik alkalom, amikor már országos méretű versenyre tudtuk kiterjeszteni és meghirdetni ezt a műveltségi versenyt. A versenyünk először két levelező fordulóból áll, tehát a gyerekek, csapatok, kollégák, akik iskolák neveznek, két levelező fordulón kell, hogy túljussanak. A két levelező fordulón elért összesített eredmény alapján került be 8 csapat az észak-magyarországi döntőbe. A háromfős csapatokban versenyző diákoknak alaposan fel kellett készülniük. Zenei, tánc és dráma, illetve hon- és népismeretterén szerzett ismereteikre is nagy szükség volt. A megmérettetésen többek között népszokásokat mutattak be, szolmizáltak és zeneműveltségi feladatokat is megoldottak. Munkájukat háromfős szakmai zsűri értékelte. Van, aki tanul zenét, a kérdések azok szerintem nem okozhatnak nagy problémát, de végre egy kicsit oda irányítja erre a kérdéskörre a figyelmet, és ez számomra egy nagyon-nagyon pozitív dolog. A komplex ismereteket igénylő verseny harmadik fordulójának helyszíne nem véletlenül a színes iskola lett. A gyermekeink, mióta beindult ez a versenysorozat, részt vesznek a versenyeken, és a főszervező ezen az éven bennünket kért fel, és Bartus György tanárnő szervezésével valósult meg, hogy az észak-magyarországi régiós verseny itt kerül lebonyolításra. Az idei régiós döntőbe az iskola két csapata is bejutott. Közülök az egyik a Hajdúböszörményből érkező trióval együtt bejutott az országos döntőbe. Nekik májusban Iszka-Szentgyörgyön kell majd bizonyítaniuk, ahol többek között Miklós Erika operaénekes bírálati szempontjainak is meg.